azt csinálnánk, amit az ukrán elnök kér, akkor benne lennénk a harmadik világháborúba. Ugyanis abban az esetben, hogyha Ukrajnát fölvennék a NATO-ba, vagy fölvettük volna a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentene, mert az azt jelenti, hogy akkor a NATO háborúban áll Oroszországgal, és kész, tehát akkor kalapkabát. Ezért mindenképpen meg kellett akadályozni, hogy a még oly érthető ukrán igényeket, azokat takarítsuk le. Tehát meg kellett akadályozni. És voltak hívei az ukrán álláspontnak, tehát nem volt egyszerű a vita, már az előkészítés során sem, és ott helyben sem, de végül is sikerült elérni, hogy kedvező döntés született. A többség nem akarta vállalni a világháború kockázatát, ezért nem vettük föl Ukrajnát. Én is ezt mondom, hogy az Zelenszkij elnök úr mond, az amerikaiak akarnák, akkor holnap reggel béke lenne. Miért nem akarják az amerikaiak? Ez az a kérdés, amit az egész világ latolgat. Mert valóban, miután Ukrajna már elvesztette a szuverenitását, nincsen pénze, nincsen saját hadiparja, nincsen saját katonai eszközgyártó képessége, pénzt is tőlünk kap, leginkább az amerikaiaktól, hadi eszközöket is az amerikaiaktól, meg a nyugatiaktól kap. Az USA azt mondaná, hogy békét akar, állítsuk meg a háborút, legyen tűzszünet, kezdjünk tárgyalásokat, az holnap reggel bekövetkezne. Hogy miért nem akarják ezt az amerikaiak, erre választ a NATO csúcson sem kaptunk.